Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és ez itt a Layers of Fear-nek a... Nem tudom. Negyedik résznél tartunk, azt hiszem. Azt hiszem. Úgyhogy... kezdjünk is bele. Ebbe a csodálatos játékba. Úgyhogy... Hú! Jaj! Ez annyira szeretem ezt a játékot, de mégse. Valahogy így mégsem, nem. Fényérzékenység, epilepszia, stb. Stb. Igen. Tehát... Jaj, Istenem! Kell nekem ezzel a játékkal játszani. Magam mögé rakom a fejpárnát, mert... Oh, az ide annyira jó. Így. Na, hátradőlve most már. És közelebb húzom magamat. Így már jobb lesz. Na. Hát akkor... folytassuk. Már nem emlékszem amúgy, hogy hol tartottam. Elmondom, a halvány lila gőzöm sincs, hogy hol tartottam. Az előző részben, azaz már nekem, nektek ugye nem... Ezek a hangok... Úgy szeretem őket. Úgy olyan jó! Azt tudom, hogy... megszereztük a bőrünket a második epizódban, és a harmadik részben pedig megszereztük a vért. Mert yeah! Látjátok, a telefonom megint útba van. Meg minden jóság. Ha! Ah, lefújtam a... mindegy. Most már jobban érzem magam, mint múltkor. Szóval... most már sokkal jobb. Jó. Ezek a suttogások olyan jók, hogy el sem hisztek. Mindenki suttog. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Ez mi? Értem. Na, úgy jól néz ki. Ejjaj, ezért vannak ezek a susogások! Jó. Amúgy. Jól van. Hát... És elhaltogattak a susogások. Form emerges. Jó, van, oké. Akkor... elolvadt a cucc. És ez egy... hát egy nagy paca, ami... egészen hasonlít egy tál bolonyaira, de kicsit gusztustalan, nem, de egy fokkal. De nem vészesen. Na! Bizalomgerjesztő dolgok vannak itt. Igazából azt kell, hogy mondjam, kimegyek és becsukódik. Tudtam! Ó, de jó! Na! Utána. Végül is... Így is pisilni kell. Hát, ha lesznek ilyen hangok, már pedig lesznek. Hát itt lehet balesetek fognak történni. Mi van? Ki volt az? Mi történt? Jézusom! Ezért veszem én ezt a vázát, hogy össze kell törni, ha? Nagyon ügyesek vagyunk. Gratulálok! És ki fizeti ki? Elmaradt eszelve az ajtó. Ez az ajtó is. Konkrétan nem akarják, hogy bemenjünk oda. Hát... oké. Okay. Sorry. Hello! Oid... Oh,
ez a fénymozgásoktól úgy be tudok tojni. Hello! Olyan hangos, hogy vettem föl a füles konkrétan, az hogy a hangot a fülesbe. Hogy mindjárt betoljok! Jesus! Na! És akkor most... Nem megyünk arra. Oké. Oké. Rám ugrik valami a szekrényből. Nem ugrik rám. Hé! Hey. Ott világított! Ja, csak a lámpa. Akkor jó. És annyira kell pisilni, Istenem. Eddig leültem videózni, nem kell. Nem kell, dehogy is, miért kéne. Már is ilyen félmetes játékkal játszunk. Ó, édes Istenem! Nem történt még baleset. Hú! Istenem, értem! Ja, Istenem, miért teszed ezt velem? Te! Jó, na, nem fosunk! Hát erre meg már nincs itt! Nem szabad oda nézni. A titok nyitja! Ha gond van az asszonnyal, ne nézz oda! Hű. Jó. Hello! Ó, ez egy szoba lesz csak. Ó, anyám. Jó? Jó? Oké. Mi? Halló? Nincs egy már... Jézusom! Jó, Beku! Jó. A szokásosabbnál jobban izgulok. De szerintem azért, mert... olyan hangos a cucc a fülembe, hogy nem hiszitek el. És akkor... De most akkor... Hol lehet itt? Most... Hallod? Nagyon be vagyok halucinálva! Komolyan mondom. Itt nagyon durva dolgok vannak, kérem. Szépen. Jézus Isten! Ez a játék... Június, ne felejtsd el. 9. Oké, nem felejtem el. Mit kéne nem elfelejteni? Ah... Nem. Ó, az a feleségem. Tök szép. Ha ő az. Ha ő az egyáltalán. Oké. Hűha. Hűha. Hogy nyany... Puh!
Nem tudok rá szavakat találni. Na tehát. Ó, oh, ez a terasz. Megijedtem a fénytől. Sejtettem. Ez milyen jól néz ki már? Haló? Na, már megint ebben a szobában vagyok. Kicsit sok a könyv. Oké. Okay. Oh. Oh, hello. Le lehet menni? Nem, le kell menni, értem. Nem le lehet, le kell. Oké. Okay. Itt egyik kedvenc képem. Anita mindjárt kapja az infarktust. Semmi baj. Oho. Okay. Oho. Pipa. Oké. Okay. Végül is ennyi könyv között, semmi baj, persze használjunk gyertyát. Ó. Na, kedves uram, ha őszinte akarok lenni, nem mondhatnám, hogy levele váratlanul ért. Több kollégám is jelezte felém, hogy a korábban az ő segítségüket kérte az ügyben, és még teljes érthető egy paciens második véleménykérése, személy szerint 16 egymást követő vélemény már elegedőnek bizonyulhat. Ettől függetlenül az ön iránti tiszteletből alaposan megvizsgáltam az ügyét, és együtt kell értenem a kollégáimmal. Az akaratlan izom összehúzódások nem ritkák az olyan súlyos égési sérüléseket szenvedeteknél, mint a kedves felesége. Amire ön bizarr vigyorként vagy nyugtalanító ugatásként hivatkozik, habár sokan találnák az efféle kifejezés fájdalmasnak, az idegsérülés manifestációja is lehet. Csörög ez a... A többi ön által említett tünet nem fiziológiainak, inkább pszichológiai természetűnek gondolnám. A traumatikus események súlyos stresszhez vetethetnek, ebben pedig nincs szégyelnivaló, ami a követelését illeti, miszerint hozzuk helyre a feleségét, meg kell értenie, amin ő átesett, nem vonható vissza egyetlen procedúrával. Ez egy hosszú, fáradtságos folyamat, amelyhez szüksége lesz minden erejére és támogatására. Kérem, ha szeretne megvitatni egy esetleges hosszú távú rehabilitációs programot, ne habozzon kapcsolatba lépni velem, vagy a kollégáimmal. Tisztelettel Dr. Robert Richards, vagy Richards, egy újabb kibaszott sarlatán. Jazzok már aláírva. Itt. Oké. Okay. Szóval a feleségünk konkrétan megsérült egy... Egy tűzben. Sajnos. Már most körbe-körbe megyek. De most miért csörög? Mi történik itt? Isten áldja meg! Hát fel sem bírom venni! Jó, oké. Okay. Megyek tovább.
say. Nem bírom fölvenni, tehát hogy... Nem, itt már az összes gombot. Nem is jelző, hogy fel lehet venni. Jó? Jó, ez ugyanaz. Hipszei! Mit kell itt csinálni? Jó, akkor visszafelé megyek. Yes, Spears. Most szopatsz! Yes, speaker. Yes. What? What? What fire? Fire. Oh, God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Igen, itt van egy tűz, és ugye a... konkrétan fele. Most nem tudom, merre kéne menni konkrétan, vissza vagy előre. Feleségünk... ezek szerint megsérült a tűzben, megégett. És a játék elején volt róla szó, hogy a édes Istenem. Oké. A szívem! Te nő! Szóval volt róla szó, hogy volt egy tűzeset az egyik, tehát most már mai szemmel egy plázában. És... ó, én fejjel lefele vagyok. Ó! Csatogó rettegés, maradj csendben, folyamatosan csatognak, a többi patkány eszik. Ezt én inkább becsukom. Oké, és valószínűleg ebben a tűzben sérült meg ő. És én már arra gondolok, hogy ugye megsérült, megégett szerintem. És tipikusan ugye ez a feleségünket látjuk, és annyira be vagyunk már haluzva, hogy minket annyira, nem, minket is megviselt ez a trauma teljes mértékben. És konkrétan nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. És nem tudjuk feldolgozni. És valószínűleg tartom legalábbis azt a tényt, hogy elhagyott minket, vagy valami hasonló történhetett. Vagy, és azt, hogy elhagyott minket meg ilyenek, lehet, hogy annyira megsérült, hogy elvesztette a közös gyereket, a babát. Babánkat. Mint hogy a fiú. Babánkat is, vagy ki tudja. De ha nem, de várj, az nem. Tehát, hogy az már megszületett a gyerek, mert volt egy gyerekszoba, és nem csak nem olyan kis ágy volt, hanem tehát így már lehet, hogy megvolt. Na mindegy, lehet, hogy elhagyott minket lényegtelen. És ugye azzal, hogy ő megsérült, megégett lehet az arca, vagy nem tudom, erre csak gondolok,
akkor elhagyott minket, és ugye ebbe a alkotói válságban vagyunk, és iszunk, és lehet, hogy gyógyszereket is szedünk, lehet, hát legalábbis a játékot tekintve valószínűleg tartom. És jó. Ne sírj! Nem. De figyelj, te némber! Most már ki van a kis termítező tököm? Mi van, elájultam? Igen. Ó, édes! Nem létező kis kukimuki. Ó, Istenem. Oké. Okay. Nem működik, jó? Lefele. Jó, eddig felfele mentünk, most már lefele megyünk. Oké. Okay. Jesus! Itt állunk meg. Menjünk vissza. Akkor föl. Akkor nem. Oké. Okay. Jó. Bárhogy is legyen, az ügyvédetként azt tanácsolom, hogy tartózkodj bármiféle begonatlan tettől, más szóval ne csinálj hülyeséget. Még van esélyünk ezt megnyerni, hiszen vagy sem, mélyebb szarból is rángattam már ki az ügyfeleimet. Ne roncs tovább a helyzeten, húzd meg magad egy kicsit, én pedig megfellebbezem a bírósági határozatot. Ez a szociális munkás komolyan berágott rád, ezt az előnyünkre használhatjuk. A rendszer áldozataként tüntethetünk fel. Egy gyászoló apa, pillanatnyi rossz döntés, egy túlbuzgó bürokrata. Bíz bennem, ez a legjobb lehetőségünk az alapján, amit mostában átéltünk. Szerintem egy jó 50-50% esélyünk van az előnyös kiminitára. Vagy szóval, vagy igen, vagy nem, oké. Okay. Kivéve, ha folyamatosan próbálsz meggyőzni mindenkit, hogy teljesen megőrültél. Hát elég én teljesen, amúgy alapból teljesen, amúgy igen. Elég a váratlan kitörésekből, összefüggéstelen maraságokból, mi több, elég a nyilvános szereplésekből, és még visszaszerezhet. Oké. Okay. Tuti bekattant ez a csávó. Olyan szinte bekattant. Oké. Okay. Bekattantam. 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 Hello? Mizu? Bekattantam. Hello, Mizu? Hello. Hello, Mizu! Be vagyok kattanva, Mizu! Ó, Istenem. Csá! Mi van? Mi van? Mi van? Jézusom, mi van? Ó, itt, ott vagyok. Az én vagyok, jó. A csendes lebegők
Eltömítik a lefolyókat, szőr a vízben, én aztán nem fürdök. Aha. Oké. És akkor most mi van? Ennyi. Jó van. Jó. Nem. Jó, itt kell csinálni valamit. Oké. Értem. De mit? Víz. Mi volt a babával a víz? Nem. Kinyitom a csapot. Kinyitottam. Meg a másikat is. Víz. Jó, és akkor? Nem jön a budiból semmi. Jó. Elzártam a vizet. Akkor most mi van? Tudod, itt kell csinálni valamit, de mit? Vajon mit? Fúj! Döglött patkányok vannak a vízbe! Oké. Okay. Ja. Ennyit kell csinálni. Ó, hogy... Oké. Végül is sejtettem, hogy itt azért nem mennek könnyen a dolgok. Jó, van itt se. Mert minek? Jó. Én felkapcsolom az összes villanyt. Mert ha már... Oké. Oké. Hát ez csodás. Megérte ezt a szobát megépíteni. Na most szopac. Ez még romantikus is lenne, hogyha egy olyan játékról lenne szó, mint a Cséjé, hogy ez, hogy izé, de ez abszolút nem romantikus. Na, ha egy csávó ezt így, érted, így így vár haza, vagy valami, vagy ha egy csaj így várja haza a csávot, azt mondom, hogy oké, okay, mert ez tök romi, de ez így már nem romi, hogy egy ilyen szellemházban vagyunk, de azért kösz a kérdést. Hát Jesus, én visszamegyek, ja nem. Hát be vagyok kurva. Valamint, hogy nagyon be vagyok állva. Azt menjek le a pincébe, már megint! Kis faszom. Nyilván. Megint ott az a szellem táblás genyó. Hát én... Hello! Hát ezt gyorsan megette a szú. Hát gyorsan tűnnek el itt a dolgok. Nem tudtam, hogy a Roxfordban vagyok. Ez most miért jó? Hello, Roxford! Köszöntünk a Roxford varázslókézdő szakiskolában. És mit csináltál? Hát... Eltüntetni sikerült a dolgokat. Csüngő félelem, türelmes és szomjaz szőrös piócák. Félek felnézni. Egy szomjazó piócák lenne, de... És ebbe a szobába volt benne a tábla.
ami már nincs itt. Mi? Játszani kell? Oké, a Roxfotot visszavonom. Visszavonom! Nem tudok varázsolni! A látszat ellenére nem tudok varázsolni. De... Most mi van? Csak ki akarok menni? Nem bírok futni. Hát, oké. Inkább meggondoltam magam, mégis visszamegyek. Nem. Oké, oké. Hello? Minden tök üres! I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Honnan fűrészelt le micsodát? Honnan micsoda csontot szereztünk? És arról leszettük a húst, és akkor megfőztük, és akkor lejött, és akkor összetörte, és akkor a csontnak a porját összekevert a fehér festék, és lealapozta a vásznat. Aha. Hát ez csodálatos. Be vagyok kattanva, és honnan szereztem azt a csontot, amin volt hús? Na bár egy, ha mondjuk vacsoráztunk egy jó kis csülköt, akkor úgy elhiszem, de... De honnan szereztük a bőrt is, meg a vért is? Azt, a bőr azt írta, hogy leszettük, nem mondta ki, hogy magunkról. Jézusom, egyre több cucc van. Meg egyre jobban széjjel megy minden. Na. Ha. Igen. Hát. Hát a bolonya is így néz ki, hogyha kijön a másik ajtón. És kinyit a másik. És itt a csont. Nyilván a többi zár, akkor van még három. Nagyon nagy bekattanások vannak. Tehát itt az a lényeg, hogy ott van... Tehát. Ott a bőr, amit azt mondja, hogy valahonnan leszettünk. De ne megjön a kezünk, blablabla, de amit mi magunkról lehántottuk volna valahonnan. Aztán van a vér, azt magunkból lecsapoltuk. Aztán van ez a csont, az honnan? De alapból nem volt lábunk, szóval nem hiszem, hogy levágtuk volna a saját lábunkat, de ez ilyen lábszárcsomnak néz ki, valamilyen... De kezünk nem, mert festünk, tehát hogy... De akkor valahonnan, nem tudom. Jó, beteg, jó. Jézus Isten. Ezeket meggyűjt... Nagyon tanja ezeket a pókokat. Pókokat? Azokat én. Ezeket a patkányokat. Jó van. Hát akkor így... Ennyi lett volna ez az epizód. Hú! Találkozunk legközelebb is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok és hogy megnéztétek. Jaj! Nagyon beteg. Jó. Találkozunk legközelebb is. Jövő következő pénteken. Sziasztok!